Szevasztok, én Szabó R. János vagyok, és 12 évvel ezelőtt hagytam el a szülőfalumat, Kömörőt, amit úgy szoktam megmutatni, hogy ha ez Magyarország, akkor itt vagyunk most Budapesten, mondjuk itt van Debrecen, és ez az ukrán határ már, és itt van Kömörő, itt pont a csücsökben. Ez valójában csak annyit jelentett most, hogy elég messze van ez a hely, ahol én felnőttem. És egyébként nem sokkal az onnan való elköltözésem után, először Debrecenben tanultam 2 évet, aztán pedig felvettek a Moméra. El is kezdtem alkotóként is ehhez a térség felé fordulni, aminek, hát valójában ezt mind már csak utólag gondolom, vagy látom, vagy raktam össze, de aminek valójában több fő motivációja volt, és az egyik ilyen az egyfajta öndefiniálás, ami abban mutatkozott meg, vagy abban merült ki pontosabban, hogy elkezdtem először furcsának, aztán különlegesnek és egyre értékesebbnek látni azt a világot és annak mozzanatait, ahol én felnőttem, és ami azelőtt normális volt, és nem kérdőjeleztem meg. És aztán a másik ilyen motiváció az egyféle humanizmus, ami nem tudom, hogy ez miben köthető ahhoz, hogy én ezen a térségen nőttem fel, vagy valamilyen csillagjegyhez, vagy bármihez is, de a lényeg, hogy ezzel a szemmel, ahol ott felnőttem, látok rá már most Budapestre, és az itteni emberekre, és az itt tapasztaltak szemmével, vagy ezzel a tapasztalatokkal pedig látok rá utólag erre a térségre, ahol felnőttem. És valójában pont már most ezek a képek az öreg, történetek az Öreg Túr mentén című sorozatomból készültek, és amikor ebben a térben volt egy kiállítás ebből az anyagból decemberben, és a kurátor Gellér Judit azt kérdezte tőlem, hogy így meg kéne fogalmazni, hogy miről szól ez az anyag, és valójában így nem tudtam megfogalmazni, azon kívül, hogy emberek vagyunk, és így értem a humanizmust, hogy valójában csak, igen. Illetve az még egy fontos dolog, hogy úgy általában sem a Momén, amik az első pár kép az a Momé alatt készült, és ez már az első nagyobb projektemnek nevezhető munkámban. Szóval nem igazán tervezek meg előre dolgokat, csinálok képeket, aztán azok összeállnak, és eközben valójában ennek így a gyakorlati motivációja egyfajta ilyen élményvágy, kalandvágy, és egy élményszerzés saját magamnak, és valójában a fényképezőgép ilyen esetben egy eszköz, amivel közel kerülhetek emberekhez, és megélek dolgokat, és ott látok szépeket, és azt lefényképezem. És egyébként egy jó ideje már is egyre inkább foglalkoztat a megrendezettség, és a tiszta dokumentumfotónak a viszonya, vagy ugyan határterületei, és egyébként a legtöbb kép, amit csináltam, az, hát nem tudom, hogy tehát legalább félig megrendezett, vagy teljesen. Ez, és valójában ennek kettő oka van, ami miatt ez izgat engem. Az egyik egy formai, esztétikai, nagyon leegyszerűsítve az, hogy egy vélhetően hiteles tartalomról hogyan tudok minél inkább esztétikus, idézőjelben tökéletes képet készíteni. A másik része pedig ezt csak így szeretném adott képek esetében, hogy egyfajta ilyen a nézőkben egyfajta ilyen dramaturgiai, nem is tudom, ilyen hatást keltsenek ezek a képek. És akkor elkezdek viszont, mert ott csak utolsó két dián láthatjuk majd a most megkezdett
idén januárban, meg februárban megkezdett új projektemet. Igazából ez az öreg túr mentén ez a kiállítással lezárult. Az egy jó kérdés, hogyha nem keresett volna fel Gellér Judit azzal, hogy szeretné ezt kiállítani, akkor vajon lezártam-e volna, vagy még mindig csinálnám, ezt nem tudom. De hogy ilyen módon ez le lett zárva egy ponton, és igazából elkezdett az érdekelni, vagy pontosabban, hogy szerettem volna most eltávolodni, vagy kipróbálni, hogy milyen az, hogyha nem ezzel a térséggel foglalkozom, amivel eddig az elmúlt 10 évben, és egy másik irányból megyek rá erre a megrendezettség és dokumentumfotó helyzetére. A másik irány az azt jelenti, hogy nem találok egy helyzetet, és abba szólok bele, vagy abban építek, hanem építek egy helyzetet, itt már ezt láthatjátok, és abban próbálok találni, vagy létrehozni valami hiteleset, vagy valami ott, ami ott tényleg megtörténik. Egyébként ez esetben valójában teljesen még nagyon az elején vagyok, finoman szólva is egy komótos ember vagyok, és még nagyon-nagyon sok kérdés van bennem, és hát meglátjuk, ez még egy hosszú történet lesz. Köszönöm szépen a figyelmet!